Szia, várj, ne siess! Akarod tudni, hogy mi volt az E-klasszikó egyik legfontosabb eleme? Ha igen, akkor mindenképpen nézd végig ezt a videót, és kövess hasonló tartalmakért. A Real nagyon agresszívan támadt le ezen a mérkőzésen, és Valverde jött be a szélről segíteni Benzemának nyomás alá helyezni a két belső védőt, aminek a célja az volt, hogy Araújó irányába tereljék a Barca labdás játékát, hiszen itt könnyebben labdákat tudtak szerezni, mert mindenkinek megvolt az embere. Ennek voltak negatívumai is, hiszen Baldé megjátszható volt, és ő beléphetett a játékba. Nyilván ezt a pressingnél nem hagyta el, ezért Carvajal muszáj volt fellépni, hogy nyomás alá helyezze Baldét, de akkor mögötte Gavi őrizetlen maradt, akit így meg lehetett játszani, akár egy egyből oldal fölpasszal, vagy kesszé segítségével egy háromszögelés során.